Köztudott, hogy a középkori Európában általában nemes fémből, aranyból és ezüstből verték a pénzeket, a színes fémből készült váltópénzek csupán az újkorban jelentek meg. Ebből a tekintetből kuriózum számba mennek azok a 12. századi magyar részpénzek, amelyek hatalmas mennyiségben maradtak fel napjainkra is. Ezeknek a részpénzeknek alapvetően két fő típusuk, azon belül pedig milliónyi változatuk van. Kezdjük az úgynevezett bizánci típussal. Előlapján két trónoson ülő, szembenéző alak látható fejükön korona, jogújúban jogart, a balban keresztes országalmát tartanak. A baroldali király alak mellett Rex Béla, azaz Béla király felirat olvasható, amely nagy valószínűséggel a harmadik Béla királyunkra utal. A másik alakot megnevező felirat értelmezése már problematikusabb. Itt Rex SCS olvasható, a C betű felett egy visszintes vonallal. Ez a középkori latinságban a sanctus, azaz szent szó rövidítése, mivel még napjainkban is akadnak olyanok, akik ezt a betűsort ki tudja milyen megfontolásból még mindig Rex Stefanusként, azaz István királyként oldják fel, a Rex Sanctus, azaz szent király helyett kénytelen vagyok a szájbarágos módszerhez folyamodni. Elég, ha egymás mellé helyezzük az Esztergomi Stefanita konvent pecsétnyomóján látható feliratot, a magyar szent korona apostol lemezein látható szöveget, valamint a harmadik Béla részpénzeken lévő, szóban forgó köriratot is, azt hiszem ezek után nem kell tovább magyaráznom. Más kérdés viszont, hogy mit érthetünk a Szent Király elnevezésem. Az 1083-ban Szenti Avatott államalapító első Istvánt, akinek tiszteletét harmadik Béla kifejezetten pártolta, vagy első Lászlót, akit viszont éppen harmadik Béla avattatott Szenté 1192-ben. A kérdés jelenleg nem eldönthető, meg kell elégednünk azzal, hogy harmadik Béla maga mellett valamely Szent elődjét szerepeltette. A pénz hátlapján Szűz Mária ülő alakja látható jobbjában láncsával, a körirat Szánkta Mária egyértelműen azonosítja őt. Korábban elterjedt nézet volt, hogy Szűz Mária a karjában a gyermek Jézus tartja, és ez az elképzelés még napjainkban is tartja magát. Elég azonban legalább egy pénz közelről megnézni, hogy mindenki eldönthesse, lát-e ott egy kisdedet, mert én bizony egy szállat sem. Amennyiben valaki felüti a 11-12. századi magyar pénzek jelenleg legrészletesebb katalógusát, amelyet Kis József, Géza és Fekete András barátommal közösen állítottunk össze, minden bizonyal megdöbbenéssel tapasztalja, hogy hány változata van ennek az alapvetően egyszerű éremképű pénznek. A típusnak jelenleg ugyanis több mint 400 szigla variációja ismert. A sziglák, azaz az éremképhez nem tartozó mellékjegyek valószínűleg a pénzverés ellenőrzésével kapcsolatos információkat hordoztak, de jelenleg még nem tudjuk, hogy mit jelentettek. A részpénzek másik fajtája kufikus típus néven ismert a kutatásban, mivel ránézése arab írást utánzó betűimitáció található rajta. Az még hagyján, hogy én nem tudom elolvasni a szöveget, de még az arabul tudok sem. Stílus kritikai alapon a Barcelona környéki arab pénzekkel van rokonságban, de hogy mi módon, arról még sejtelmünk sincs szinte kizárólag a Kárpát-medencébe fordulnak elő, általában a bizánci típusú részpénzzel együtt, vagyis mindenképpen magyar készítmények. Készítésük valószínűleg a magyar királyságban élő izmaelitákkal, azaz muszlim vallású népelemekkel hozható kapcsolatba, akik az írott szerint a kora Árpád kormán jelentős szerepet vállaltak a pénzügyi Ezeken a pénzeken épp úgy megtalálható a sziglarendszer alkalmazása, ahogy a bizánci típuson, de két változatban. A gyakoribb és nagyobb változaton nagyjából 8 és 10 óra közötti szegmensben vannak a változó mellékjegyek, míg a ritkábban szétszórva a mezőben különböző számú pontok találhatóak. Aki ezek után úgy érzi, hogy a harmadik Béla részpénzek kérdéskörének csupán a felszínét kapirgáltam meg, teljes mértékben igaza van. Ha viszont sikerült bárkinek is felkeltenem a figyelmét, az mindenképpen vegye meg új szászi Robi barátom könyvét, és ebből részletesen megtudhat mindent a témáról, pontosabban éppen annyit, amit jelenleg tudunk.